védőt láthatunk, legalábbis a téli részletekről. Szerinted melyikben voltatok jobbak? Hát nagyon örülök annak, hogy a második sorunk ilyen jól szerepelt, főleg Dajka Betty. Nagyon örülök neki, mert igazából sokat bajlódott a vállával, de amint látjuk, kijött belőle, úgyhogy ennek nagyon örülök. Szerencsére egy könnyebb mérkőzés volt. Úgy gondolom, azért az első fél időben jobbak voltunk, mert kevesebb gólt kaptunk, jobb volt a védekezésünk, azért jó hangulat volt, de ez a 26 gól talán a Szekszártól az sok. Hát ugyanakkor a másodikban meg többet dobtatok igazából. Fáradni kezdett a Szekszárd szerinted? Hát igen, úgy gondolom, azért nekik is fárasztó volt ez a mérkőzés. Második fél időben így van, több gólt lőttünk, akkor meg jobb volt a támadásunk. Nem rossz ilyenkor csak egy fél időt játszani? Tehát nagyon megy az első idő, nagyon pörögtök, olyan jó lenne fölmaradni még egy kicsit. Hát igazából hosszú még a szezon, úgyhogy az se baj, hogyha most egy kicsit pihenünk, és az a lényeg, hogy beilleszkedjenek az új játékosok és a cserék is, úgyhogy ennek így kell lennie. Nem bánom, hogy nem kellett végigjátszanom ezt a meccset. Hát azért úgy gondolom, hogy most nem akarom lebecsülni a Szekszárdat, de azért úgy gondolom, hogy egy ilyen csapat ellen azért a többieknek is játszani kell, játékba kell lendülni, és itt most, ahogy abba hagyták, remélem a következő mérkőzésen ott folytatják. Ugye nézzük a VB meccseit, gondolom ti is nézitek, tök jó lenne ott lenni, ugye, csak hát nem sikerült. Nem rossz ezzel a tudattal nézni, hogy te akár ott lehetnél, ugye, és akár játszhatnál is most. Igen, nagyon sok ember mondta már, hogy Brazíliában lenne a helyünk. Rossz nézni a mérkőzéseket, mert azért gondolom mindenkinek fáj a szíve, aki ott volt a németek elleni meccsen. Hát sajnos így alakult, hát várjuk a következő EB-t. Szívesebben játszanék mondjuk a franciák vagy az oroszok ellen, de igazából hát sajnos ez így alakult, ugye elment az olimpiánk is. Hát meg kell küzdenünk azért, hogy újra ott legyünk, de ezen dolgozunk a válogatottban is, és itt a klubokban is. Néhány meccsen már a válogatottban is túl vagytok. Milyen ott a hangulat? Végülis ugyan, lányok majdnem ugyanazok, de hát a szövetségi kapitány az más. Hát más a felfogás igazából, majd akkor fog meglátszani, hogyha ugye ilyen több hetes felkészülés lesz, mert ilyen 3 napokat voltunk együtt, egy hetet, amikor igazából nem lehet olyan érdemleges munkát végezni szerintem, amit mondjuk egy VB felkészülésre, majd akkor ki fog derülni szerintem. Most amikor oda megyünk, az egy kicsit azért lájtosabb, mint itthon, de hát itt egy héten egy meccsre kell felkészülni, majd egy VB-re meg 2 hét alatt, vagy 6-7-8 meccsre, úgyhogy majd más lesz, de minden rendben van ott a válogatottban.